Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra, és folytatjuk a My Little Pony Game Loftot. Na, legutóbb ott tettük abba, hogy elkészültünk Fancy Pants küldetésével, és véletlenül megvette a Lover's Truck-ot. Legalábbis, hogy csak beszámoltam róla, mert ezt játékidőn kívül csináltam meg. Na, már is folytatjuk a játékot. Pardon, csak előbb gyorsan aratok egyet, és belépek szoci álba. Nem tudom, hogy most megint miért így adja be, hogy nincsen egyetlen egy barátom se, de se baj. Ugye, jó, én mit Facebook az, az nekem jó hangzik. Na. Na ez még gyorsan meg kell csinálnom. Na most, hogy van egy kis keresetem. Szinte nézem, de sajnos nem itt Ponyville-ben vettem át a jutalmat. Tehát, hogy a szintlépését járó jutalmakat. Viszont itt most veszek magamnak egy új területet. Hogy nem ez. Akkor gondolom ez az. Nem, akkor mégis aki jó, csak rossz, rosszabb mentem rá. Ezzel is, ezzel a küldetéssel is haladjak. Jó sok fa van itt egy helyen, azt kell, hogy mondjam. Vagyunk? Picike is ide jön, na. Úgy. Jó. Nincs valami póni dolog, amit meg lehet csinálni. Most óvatosabban lesz, most óvatosabb leszek. De szerintem csak azért, mert belaggott a játék, azért vette vértő meg Lover's Truck-ot. Egyébként csak azért jöttem innen, hogy van-e héten olyan póni, akit le lehet-e durrantani. Még nincs, nem baj, azt hiszem, hogy most lesz az, hogy frissülni fog. Jó. Ezt nem adtam. Nem adtam volna le. Ugye cikk nem. Videó, az nincs. Jó. Akkor most azt fogjuk csinálni itt Ponyville-ben, hogy mennyi van lányomnak? Ugyanannyi. Jó. Akkor most folytatjuk azt, hogy a Royal Guard-ot és Vinyl-t fölvisszük. 5 csillagra. Nyilván se akarok játszani, de hát belaggolt a játék. Na. Szóval legutóbb ott hagytam abba a mondatomat, hogy... Pardon. A Hambroni bejelentette, hogy kiszivágott a 21. része a sorozatnak. Föl is tette a linket, ahol meg lehet nézni, de sajnos nem tudtam én megnézni, mert mire megnéztem volna, addigra már sajnos a felhasználója letiltotta. Vagy letörölte, vagy bárhogyan is lehet befogalmazni. Lényeg az, hogy már nem volt fönt. Na most én azon reménykedek, hogy talán most fönn van, mert lettek, vagy lehettek. Vannak olyan rajongók, akik azt mondják, hogy YouTube-tól függetlenül ők föltöltik Dailymotion-re, mert nekik az a... az lenne jó, hogy föltöltsék Dailymotion-re, hogy más is láthassa, aki például nem látta. Na, folytassuk most még... Vinyl-al. Igaz, hogy még a Macy's-et is vinni kéne, de majd arra is sor fog kerülni. Ezek a legfontosabbak. Na, egyedes játékkal gyerünk. Igazából... nem nagyon zavar, hogy fogalmazzam, hogy nem láttam azt a részt. De nem ítélem el a spoilereket, tehát én éppen a spoilerkedésből élek, szóval tudom, hogy ezzel elővel magamnak a poénokat, sok olyan poénok, de vannak olyan poénok, amelyeket muszáj egyszer lelőni, mert az ember már a frászkarika kergeti őt, hogy úgy fogalmazva, hogy mi az, meg mi, ne, meg na. Mi az, ami történik, meg mi az, ami várható, meg ehhez hasonlók. Ugyanannyi lett.
Most ezt meg kell néznem, hogy igen, ugyanannyi lett. Milyen érdekes. Na jó. Bezeg ilyenkor most együtt tudnak menni, máskor meg, na jó van. Még azért van itt terület, amit még meg kell venni pónivőben. Na jó. Elmenjünk most Sweetable Acres-be, és olyat fogunk most csinálni, kérem szépen, hogy... Pardon. Gyors adatás, itt ide is egy 3 csillagos póni kéne nekem, de az sajnos most még nincs. De majd nem sokára lesz. Mert úgy csinálom, hogy megvegyem. Na. Apple Fritter elmegyünk. Szerintem neki most egy 100-as játékot fog menni, azért, hogy Cherry Jubilee utolérhesse őt. Ugye most Apple Fritter egy kicsikét visszavesz. Látjátok, erről beszélek, hogy ezt a hibát is meg kéne úgy csinálni, hogy nem ugrik vissza az egész, hanem egyszer ott marad, csak akkor lenne pont, hogyha eltalálja az ember. Most mennyi időt ezzel elvesztegettem sajnos. Na, szóval, hogy kicsikét visszafogjuk ebből Fritőt, hogy Cherry Jubilee utolérhesse őt. Na. Pardon. Hát ez... Miért hívás a keret? Nem tudom. Na jó, mindegy. Pardon. Na, gyerünk Cherry Jubilee-vel akarok még menni, aztán megyek Cantaloupe-ba, hogy na, egy érdekes játék, most utol fogjuk élni. Aztán menni akarok Cantaloupe-ba, hogy Twilight apját így fölvigyük már, vagy legalábbis megcsinálom azt a küldetést, ami róla szól. Na. Nem visszaugrani, ott maradni. Én például azt nem értem, hogy a Hasbro miért úgy találtozta a játékot ki, hogy így. Tehát, hogy majd a csillagok összekötésére minden előre kell kezdenie az embernek. Nem tudom, miért? Hát, mert hogy nekik így jó, nem tudom miért. Pardon. Jaj, ne szórakozz már! Nem jött össze. Mindegy. Most olyan fura érzésem volt, de zsebő talán. Na most menjünk Cantaloupe-ba. Először is aratok. Aztán betakarok. Amit úgy értve, hogy betakarom az aratásomat. És itt pedig befejezzük most ezt a feladatot. Hogy meg kell csinálni Twilight édesapját nem meg kell csinálni, hanem menni kell vele a Ponies in the Sky játékban. Nem adok kicsire most, mindent fölteszek, amúgy is van most elég költeni valam, úgyhogy vegyek egy ezres játékot vele. Azon gondolkodok, hogy venni kéne egy termelőket Cantaloupe-ban. Ugyebár, mert Cantaloupe-ban alig van valami termelő. Nem mint, hogy a Sweet Apple Acres-ben lenne, de ott nincs is olyan sok dolog, ami miatt úgy kéne termelőt rakni. Mindegy. Ezzel most kéne, hogy repüljünk. Úgy is van. De lehet, hogy azok ezek után, hogyha ezt a küldetést így megcsinálom, akkor lehet, hogy azt a fajta küldit kapom meg, hogy föl kell vinni Twilight édesapját egy csillagra. Az már megvan. Nem. Föl kell venni maximális az 5 csillagra. Hát, mindegy. Ha meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni, ez van.
Pov, kösz, jó eset. Ja, és jön a barátod is. Meg a másik. Na, tökéletes. Hú, de laggol a játék. Pedig előbb töltött mindent, szóval nem létezik az, hogy most is laggoljon. Na mi ez? Sta, sharp over. Collect! Ez könnyű lesz. 4 honesty, 2 magic shardot kell gyűjteni. Az azért jó, mert itt most úgyis van elég. Szívem, hát csak kitok valami durrat, hogy dulantottam egy oratornyot. Nem baj, addig megyünk ezzel, amíg meg nem lesznek. Na, egy sárdokat szeretnék, hát jó, hát ez kicsikét el fog tartani. Nem baj, elhúzzuk. Ez mennyi? Igen. Na majdnem jó, mert egy kicsit hosszú videó lesz. Nem loyalty shark kell, mondjuk az is jó volna. De majd máskor. Generosity shard. Hát remélem, hogy kitöm ezeket durrantani. Na, valami más módszert kell kitalálnom, mert ez így nem jó. Kindness shard. Igen, ez az a probléma, amit az emberek sokszor úgy panaszkodnak, hogy mindig olyanokat ad be a játék, amiket nem igazán akarnak, mondjuk legyen ez. Nem. El fogom költeni az összes szívemet, az lett a végén. Na, de... az itt a nevetsége. A probléma, amit az emberek sokszor úgy panaszkodnak, hogy mindig olyanokat ad be a játék, amiket nem igazán akarnak, mondjuk legyen ez. Nem. El fogom költeni az összes szívemet, az lett a végén. Na, de... az itt a nevetséges könyörgök. Na, honesty shard megvan. Szóval csak magic shard kéne. Így 2. Na, az mennyi az? 2, 4, az... Ó, az tökéletes! Azt hittem, hogy... nem lesz, na... Starfarer... Igen! Sejtettem. Tudtam, hogy ez a küldetés után ez lesz. Na, még egyszer, mert nem jól láttam az időt. Aha. Van 150 ezrem, abból tudnék venni magamnak itt egy termelőt. Vagy ne itt vegyen, ez lesz. Na, még egyszer, mert nem jól láttam az időt. Aha. Van 150 ezrem, abból tudnék venni magamnak itt egy termelőt. Vagy ne itt vegyek, hanem Ponyville-ben. Hát nem tudom. Ja, itt nem is tudok venni. Ponyville-ben tudnék venni termelőket. Vagy Sweet Apple Acres-ben. Nem, még ezt a kicsikét tartogatom, mert lehet, hogy... lehet, hogy bennem kéne egy területet. Az is mondjuk jó lenne. Mindegy, majd még el...
Nem is inkább eldöntöm, hanem majd... Majd valahogy elválik az. Na, irány vissza Ponyville. Nos, mivel jelenleg most tényleg nincsen semmi olyan feladat, ami olyan nagyon fontos lenne, de lehet, hogy egy rövid ideig szünetetni fogom a játékot, amíg, ma nem tudom, bizonytalan időre, vagy legalábbis addig, amíg bennem jön valami nagy esemény. Mert szerintem ennyi videózás most egy időre elég lesz nekem. Na, mindesetre, ha lesz valami új dolog, akkor majd úgyis jelentkezni fogok. Addig is köszönöm mindenkinek, nézzük a figyelmet, és viszlát a következő videóban valami külön minden Brónyak és Pegasus pedig a Bruhuf és viszlát.